Újítások a képzésben. Szeptembertől duális képzésen tanulhatnak a Nyíregyházán működő Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Társadalmi kohézió erősítése. Ennek érdekében 50 millió forintos pályázatot nyert a Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület és a Vásárosnaményi Görög Katolikus Egyházközség. Két új NAV ablak nyílt, ezentúl Kisvárdán és Záhonyban is intézheti adóügyeit a lakosság. A 2018-19-es tanévtől már duális képzésben is tanulhatnak a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az előző években meghirdetett képzések mellett új szakokat is indít az intézmény. Az elmúlt évben több pályázatot is nyert az iskola. Ennek részeként a közeljövőben olyan kutatásokat is terveznek, amellyel egészségtudományi karrá válhat az intézmény. A 2018-2019-es tanévben a Debreceni Egyetem egészségügyi kara az egészségügy és a szociális munka területén már hagyományosan meghirdetett képzései mellett új szakokat is kínál a jelentkezőknek. Ilyen például a tavaly akkreditált életvezetés koordinátor elnevezésű kétfél éves szakirányú továbbképzés, amelyre elsősorban az idősellátásban dolgozó, idősekkel foglalkozó szakembereket várják, valamint újdonság még az angol nyelvű képzés és az egészségügyi tanárképzés is. Szeptembertől pedig a szociális munka alapszakot duális képzésként indítják majd. Azon szakmákban, és ezek közé tartozik, mind a szociális munka, mind pedig az egészségtudomány területén oktatott többi tárgyunk is, általában a segítő szakmákhoz tartozik, amelyek legtöbbször nagyon gyakorlatorientáltak. Tehát az a jó, amikor valaki kikerül az egyetemről, és tud dolgozni, és nem azzal kezdi a munkáját, hogy megtanulja, hogy tulajdonképpen milyen munkát is kell elvégeznie. Ezért jók ezek a duális képzések is, hiszen itt egy picit még jobban átbillen a gyakorlat területére. Csak egy példát mondok, hogyha eddig 60%-ban volt elméleti óra, és 40%-ban gyakorlat, ez talán éppen úgy megfordul, és inkább 40%-ban lesz az elmélet, és 60%-ban a gyakorlat. Az egészségügyi karra jelentkezők száma az elmúlt években körülbelül 150 hallgatóval csökkent. Ennek az volt az oka, hogy megemelkedtek a ponthatárok, valamint a kötelező emelt szintű érettségi is nehezítés volt. Az iskolában végzett hallgatók elhelyezkedési aránya azonban jónak számít. A friss diplomások 90%-a fél éven belül képes elhelyezkedni, egy éven belül pedig a további 10% is munkát talál, tette hozzá a dékán. Az elmúlt évben több pályázatot is sikerült nyernünk, nem is kevés pénzért. Ennek kapcsán több területen sikerült, illetve sikerül fejlesztenünk, ez folyamatosan még most is tart és megy. Van például lehetőség új laboratórium kialakítására, amelyhez nyertünk két különböző pályázatot is, tehát eszközállományt is tudjuk fejleszteni. A fejlesztés részeként új munkatársakat is szeretnének alkalmazni az egyetemen, akikkel olyan kutatásokat is végeznek majd a közeljövőben, amely segíti az intézményt, hogy egészségtudományi karrá váljon. A beruházás másik részeként új szimulációs eszközöket vásárolnak majd, amelyek segítségével a gyakorlati oktatását fejleszti az egészségügyi kar. 50 millió forintos EFOP-os pályázatot nyert a Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület és a Vásárosnaményi Görög Katolikus Egyházközség. Az ebből megvalósuló projekt célja a társadalmi kohézió erősítése a térségben, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés visszaszorítása. Ennek érdekében különböző klubfoglalkozásokat és közösségi programokat rendeznek a következő 3 évben. Újabb pályázati forrás nyert a Beregi térség. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban nyert összeg nem csak a társadalmi felzárkózás segíti majd a térségben, hanem a kisebb-nagyobb helyi közösségek kapcsolatépítését is célul tűzte ki. Ez egy 3 éves projekt, ami 50 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert. A projekt az 3 év időtartalmat, különböző klubfoglalkozásokat, közösségi programokat, gyermek, ifjúsági, felnőtt, sport és kulturális programokat takar. Itt első cél és a legfontosabb cél az, hogy egy aktív közösséget építsünk, tehát itt számítunk a Vásárosnaményi és környékbeli embereknek az igényére, érdeklődésére és szervező képességére.
Ez segíti majd a közösségek, vagy akár a települések közötti hatékony kommunikációt is. Az egyik legfontosabb erőforrás, amit mindenképpen fejleszteni szükséges, nem csak itt a Vásárosneményi Beregi térségben, úgy gondolom, hogy mindenhol, az a humán erőforrás, és pontosan ez a projekt is ezt célozza meg, ráadásul úgy, hogy olyan közösségi programok, olyan közösségi rendezvények keretein belül, amelyel pontosan azt a kovászt lehet erősíteni, amely egy-egy települést, egy-egy kisebb közösséget összetart. A szociális segítségnyújtás a közösségek között kiemelten fontos, hiszen a térségnek vannak olyan részei, ahol még mindig súlyos problémát jelent a társadalmi kirekesztettség, a hátrányos megkülönböztetés és az előítéletesség. Volt olyan időszak, amikor a közösségek szétrombolása volt az adott politikai kurzusnak a fő célja. Én nagyon örülök annak, hogy az EFOP-os pályázatok keretében az én választókerületemben több közösség is nyert. Ugye, hogyha közösségépítés, akkor automatikusan eszünkbe jut az egyháznak a szerepe. Napjainkban nekik egyre nagyobb szerepük van az összefogás és a társadalmi kohézió erősítésében. A közösség az nagyon fontos, hogy megtartsa az embereket, és nekünk olyan közösségünk van, én úgy érzem, aki nyitott mindenki felé a városban. És ezért van az, hogy egymásra találtunk konzorciumi partnerségben a Fix-el, hogy harmonikus együttműködés van az önkormányzattal, a többi felekezettel, és hát a városnak egy részét mi lefedjük, de szeretnénk ezzel a pályázattal nyitni nagyon sok ember felé. A projekt részleteit és a programokat folyamatosan hozzák majd nyilvánosságra a szervezők. A rendezvényekre mindenkit várnak, aki részt venne a közösségépítésben. Kisvárdán és Záhonyban, ezentúl a kormányablakban is intézheti adóügyeit a lakosság. A két új ügyfélponttal 6-ra nőtt a megyében a kormányablakokban működő NAV ablakok száma. Az új ügyintézési helyeken valamennyi adóüggyel kapcsolatos szolgáltatás elérhető az ügyfelek számára. Kisvárdán több mint 25 éve van jelen az adóhivatal ügyfélszolgálata. Eddig önálló épületben volt lehetőség az ügyintézésre. Ezentúl azonban a helyi kormányablakban várják az ügyintézők az adózókat. Az újonnan nyílt ügyfélpont első ügyfele Sesták Miklós volt. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter elmondta, a kormányablakokban működő NAV ügyfélpontok kialakításakor a lakosság érdekeit tartotta szem előtt a kormány. Mi megpróbáljuk a közigazgatást, az államigazgatást, az ügyintézést lehozni olyan szintre, hogy a adózónak, az állampolgárnak sokkal egyszerűbb, könnyebb és rugalmasabb legyen. A kisvárdai járás Nyíregyháza után a legnagyobb NAV kirendeltség a megyében. Több más járásból is érkeznek ide ügyfelek. Tavaly évben mintegy 16 000 ügyfél fordult meg Kisvárdán. Ezeknek az ügyfeleknek a 68%-a érkezett a kisvárdi járásból, és nagyon nagy számban érkeztek az Áhonyi, a Vásárosneményi, sőt kisebb mértékben még a Kemecse és Baktorrendházi térségből is. Tavaly már 4 millió 800 000 magánszemélynek készítette el adóbevallási tervezetét az adóhatóság. Ettől az évtől újdonság, hogy a személyi jövedelem adó bevallás tervezetét azoknak is automatikusan, külön kérés nélkül készíti el a NAV, akik korábban munkáltatójuktól kérték az adó megállapítást. Az adó bevallási tervezet azonban csak egy ajánlat, azt át kell nézni, ki kell egészíteni, képben kell lenni, jár-e kedvezmény, ellenőrizni, volt-e más forrásból származó bevétel, elszámolható költség, ami a tervezetben nem szerepel. Ennek intézésében nagy szerepet kaphatnak az ügyfélpontok. A Kisvárdán most megnyílt NAV ablak helyszínnek, ugye, ahol a kormányablakban végeznek a munkatársaim ügyfélszolgálati tevékenységet. Azért is van jelentősége, mert az állampolgárok, ugye az adózók, magánszemélyek, hogyha befáradnak, akkor a kollégák itt is segítséget tudnak nyújtani számukra a személyi jövedelem adó bevallásukban. Meg tudják tekinteni, de hogyha valamilyen kiegészíteni valójuk van, mert például bérbeadják a lakásukat vagy az ingatlanukat, ugye ezeket nem tartalmazza, ezeket a jövedelmeket a bevallás, hiszen erről nem szerez információt a Nemzeti Adó és Vámhivatal, akkor a kollégák természetesen segítenek nekik a bevallás ilyen adatokkal való kiegészítésében is. Az új ügyintézési helyeken számos egyéb szolgáltatás is elérhető az ügyfelek számára, így többek között beadhatják beadványaikat, kérelmeiket, tájékoztatást kérhetnek adófolyószámlájuk egyenlegéről, illetve lehetőség nyílik igazolások kiadására is. Az adóügyekkel kapcsolatos szolgáltatásokkal tovább bővült a kormányhivatalokban intézhető ügyek száma, de nagy könnyebbség az is, hogy több, egymással összefüggő ügy esetében nem kell külön hivatalokba menni, így gyorsabbá és hatékonyabbá válik az ügyintézés is.
Ha csak azt megnézzük, hogy a kormányablakok létrehozatala előtt 29 ügytípus lehetett intézni az okmányirodákban, jelen pillanatban pedig közel 1500 ügyben fordulhatnak az állampolgárok a kormányablakhoz, akkor én azt látom, és elmondhatjuk azt, hogy nagymértékben, hogy ezek a célok teljesültek, és nagymértékben kibővült az ügyintézésnek a lehetősége. Korábban sok helyre kellett szaladgálni, rengeteg időt, energiát vett el mindenkinek a családjától, a munkájától egy-egy ügynek az elintézése, ma már egy helyen lehet kezdeményezni. Kisvárda mellett Záhonyban is új NAV ügyfélpont nyílt a helyi kormányablakban. Itt újdonság, hogy eddig nem volt lehetőség helyben intézni az adóügyeket, viszont a jövőben már 3 nap is lehetőség lesz erre. A 2 új ügyintézési helyjel 6-ra nőtt a megyében a kormányablakokban elérhető NAV ügyfélpontok száma, Nyírbátorban, Tiszavasváriban, Ibrányban és Nagykállóban működik még hasonló. Tematikus sajtótájékoztató sorozatot indít az MSZP Nyíregyházán. Csabai Lászlóné a párt megyei alelnöke és Jeszenszky András nyíregyházi elnök arról beszélt, a párt új köztársaságot szeretne a választások után. A sajtótájékoztatón az MSZP terveit is ismertették egy esetleges kormányváltás után. Szeretnénk visszaállítani a demokratikus jogokat, egy új alkotmány létrehozása, amelyet népszavazással erősíteném meg a magyar nép. Szeretnénk a bíróság önállóságát, az ügyészség felügyeletességét vagy ellenőrzését biztosítani. Szeretnénk visszaállítani az önkormányzatok önállóságát és hatáskörét és feladatkörét. A biológiai sokféleség és a mezőgazdasági termelés kapcsolatát mutatták be Kemecsén. A fórumon az éghajlatváltozás hatásaira hívták fel a figyelmet a szakemberek. A rendezvény egy a megyei klímastratégia megalkotását segítő workshop sorozat része volt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat az integráció a minőségi fejlesztésért alapítvánnyal közösen több mint egy éves előkészítési munkát követően 2016. december 1-én kezdte meg a klímastratégia kidolgozása, éghajlatváltozási platform létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című projekt megvalósítását. A projekt eredményeként kidolgozásra kerülő megyei klímastratégia célja, hogy csökkentse a klímaváltozás negatív hatásait, az elkerülhetetlen kockázatokra, a helyi közösséget felkészítse és lehetővé tegye az ehhez való alkalmazkodást. Ennek során kiemelten fontos a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás erősítése, aminek érdekében számos workshopot, előadást és szemléletformáló akciót szervez a konzorcium, a lakosság, valamint különböző oktatási, gazdasági és civil szervezetek bevonásával. A workshop sorozat 9. állomásának Kemecse városa adott otthont, ahol különböző energiahatékonysági beruházásokkal próbálnak hozzájárulni a fenntartható környezet biztosításához. Odafigyeltünk akár a közvilágításunk korszerűsítése kapcsán az energiahatékonyságra és természetesen a gazdaságosságra is. Minden épületünk, amely felújításban meg tudtunk oldani, vagy újat építettünk, odafigyeltünk erre a stratégiára oly módon, hogy már energiatakarékos fejlesztéseket is hajtottunk végre. Ez azt jelenti, hogy a belső világítási rendszerre, ennek az átalakítására, maga például az az épület, ahol vagyunk itt is, azért napelem rásegítésével működik a villamos hálózat többek között, úgyhogy ilyen módon próbálunk odafigyelni jelen állapotában a klímastratégiára. A rendezvény fő témája a biológiai sokféleség, az élőlények változatossága, azaz a biodiverzitás. Szabó Béla egyetemi docens előadása ennek az ökoszisztémának és a mezőgazdasági termelésnek a kapcsolatát mutatta be. A biodiverzitás egyes területeknek, egyes ökoszisztémáknak a fajgazdagságát, faji sokszínűségét jelenti. Tehát ez alatt azt értjük, hogy minél több faj található meg egy-egy élőhelyen, annál diverzebb, annál jobb a biodiverzitás. A mezőgazdasági területeken látjuk, hogy általában egy növényfajt termelünk, és a vegyi anyagoknak, gyomirtószereknek, egyéb más növényvédőszereknek köszönhetően biodiverzitás szempontjából ezek a területek szegényebbek, tehát lényegesen kisebb a fajgazdagságuk, így a természetes védekező ellenálló képességük is sokkal szerényebb. A biológiai sokfélesége számos tényező veszélyezteti, de leggyakrabban a mesterséges, emberi tevékenység által kiváltott okok között említendő meg az élőhelyek elpusztítása, amely lehet erdőirtás, beépítés, mezőgazdasági termelésbe való bevonás, vagy különféle ipari tevékenységek. Nyíregyházára érkezett a himnusz kézirata, a nemzeti erekének ez az 5. állomása az országban. A látogatók ezt a Magyar Kultúra napján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ünnepségen tekinthetik meg.
Kölcsei himnusz kézirata, valamint Erkel Ferenc megzenésített változatának kézirata érkezett Nyíregyházára péntek délután. Kölcsei kéziratán az 1823. január 22-i dátum szerepel, amelyet a költő maga írt fel a papírra. Azonban 1929-ben, amikor nyomtatásban először jelent meg a himnusz, akkor a nyomtatott verzió alatt nem szerepelt a dátum, illetve az alcím sem, amely a kéziraton viszont rajta van. Ezekről az érdekességekről Karádi Zsolt irodalomtörténész mesélt, amelyet a látogatók is hallhatnak majd szombaton egy különleges tárlatvezetés részeként. Ennek a kéziratnak a története rendkívül érdekes, többek között azért is, mert fölhívja a figyelmet Erkel muzsikájára. Erkel Ferenc 1844. március-április táján zenésítette meg a himnuszt. Tudjuk, hogy egy pályázat keretében történt ez. A pályázatot az akkori Nemzeti Múzeum igazgatója írta ki. 1844. február 9-én kelt a kiírás, és márciusban jelent meg. Többen pályáztak, a pályázat első helyezettje Erkel Ferenc lett. A bírálóbizottság az ő munkáját tekintette a legjobbnak. Tudjuk, hogy 1844. június 15-én hirdették ki az eredményt, és július 2-án mutatták be. Erkel többször vezényelte ezt a művet. 1848. március 15-én szintén nagy sikert aratott a megzenésített himnusz. Ekkor szintén Erkel Ferenc vezényletével hangzott el a mű. Erkel és a himnusz kapcsolatában egy bizonyos misztikusság is szerepel. Megzenésített műve ugyanis 1844. június 15-én nyerte el a zsűri tetszését, a zeneszerző pedig 1893. június 15-én hunyt el. A Nyíregyházára érkezett kézirat az Országos Széchenyi Könyvtár tulajdona. Évente egyszer hozhatják el onnan. Nyíregyháza az 5. állomás, ahol eddig megtekinthették a dokumentumokat az érdeklődők. Külföldön él és edz a fiatal nyíregyházi magasugró Bakosi Péter. Gyógyulása után számos nemzetközi verseny vár az atlétára, februárban viszont megkezdi felkészülését az Európa-bajnokságra. A cél a stabil 226 cm megugrása. Nyújtó gyakorlatok és alapozó edzés, így készül most Bakosi Péter nyíregyházi atléta az idei szezonjára. A fiatal magasugró bokasérüléssel kezdte a 2018-as évet. Bár tavaly októbertől Németországban él és edz, folyamatosan hazajár Nyíregyházára. Azt is hozzátette, Németországban sokkal jobbak a lehetőségei technikailag a versenyekre való felkészülésre, és új edzője is Németországban van. Feltett pályán most ugye egy kis sérülésre bajlódok, ami miatt ugye nem nagyon tudok versenyezni, meg most egy kicsit ilyen visszafogott ez a fedett pálya, nem sok magasugró verseny van, és elég ugye rövid ez a szezon. Miatt én úgy terveztem, hogy egy 2-3 versenyt, mert ebben egy magyar bajnokság is benne van, vagy 2 külföldi versennyel, és utána folytatom tovább a felkészülést a nyári szezonra, ahol az Európa bajnokság a cél. Az Európa bajnokságra jelenleg 226 cm-t kell teljesíteni. Bakosi Péter kiemelte, bár a tavalyi év nem a legjobban sikerült, úgy érzi, át tudja ugrani ezt a kihívást. A tavalyi évem nem sikerült úgy, ahogyan én terveztem. Elmaradtam, jócskán adtam, amit én kitűztem célnak, mert ugye részt vettem a fedett pályás Európa bajnokságon, hoztam a kötelező magyar bajnoki címeket, csapatbajnokságon is hoztam a kötelező győzelmet magyarországi szinten, amiket kellett, de sajnos a külföldi versenyeim nem úgy sikerültek, ahogy én terveztem. Péter az elmúlt években sorra nyerte a magyar bajnokságokat. Átlagosan 210-225 közötti centimétert ugrott. Az idei évben főként nemzetközi versenyek várnak rá, majd februárban következik a felkészülés az Európa-bajnokságra. Most pedig híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A 2018-19-es tanévtől már duális képzésben is tanulhatnak a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Az előző években meghirdetett képzések mellett új szakokat is indít az intézmény. Az elmúlt évben több pályázatot is nyert az iskola. Ennek részeként a közeljövőben olyan kutatásokat is terveznek, amellyel egészségtudományi karrá válhat az intézmény.
50 millió forintos EFOP-os pályázatot nyert a Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület és a Vásárosnaményi Görögkatolikus Egyházközség. Az ebből megvalósuló projekt célja a társadalmi kohézió erősítése a térségben, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés visszaszorítása. Ennek érdekében különböző klubfoglalkozásokat és közösségi programokat rendeznek a következő 3 évben. Kisvárdán és Záhonyban, ezen túl a kormányablakban is intézheti adóügyeit a lakosság. A két új ügyfélponttal 6-ra nőtt a megyében a kormányablakokban működő NAV ablakok száma. Az új ügyintézési helyeken valamennyi adóügyel kapcsolatos szolgáltatás elérhető az ügyfelek számára. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták január 19-én pénteken, friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap már hűvösebb, többnyire felhős időre számíthatunk. Nyugat felől változó nedvesség tartalmú, egyre hidegebb levegő áramlik fölénk. Az éjjeli órákban változóan felhős idő várható, hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. Eleinte még előfordulhat gyenge havas eső, havazás, később nem valószínű csapadék. A nyugati a szél mindenütt mérséklődik. Reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet, csapadék nem valószínű, a nyugati szél mérsékelt marad. Délutánra +2 fokig emelkedik a hőmérséklet. Egyébként hidegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap felhős időre van kilátás, sokfelé havazással, majd a jövő hét elején változékony, de hideg időben lesz részünk. A napos periódusok mellett többször megnövekszik a felhőzet, kedden ismét eshet egy kis hó. A hét közepétől nyugodtabb idő lesz, az éjszaka képződő köd tartósabban megmaradhat, enyhébbre fordul az idő.